Az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében rengeteg régi fénykép található, a fotográfia legkorábbi korszakaiból is. Ennek a kis kiállításnak itt a fényképtár kutatótermében az a célja, hogy ezeket megmutassuk a látogatóknak. Állományvédelmi okokból csak rövid, korlátozott ideig lehetnek ők napvilágon, úgyhogy a március 15-i nyílt nap egy kiváló alkalom arra, hogy bemutassuk Egressy Gáborról, fiairól és a gyűjteményünkbe újonnan került fotográfiákból egy nagyon reprezentatív válogatást. Egressy Gáborra fókuszál ez a kiállítás, aki egy nevezetes szereplője volt az 1848-as forradalomnak, mert ő volt az, aki március 15-én elszavalta a nemzeti dalt a Nemzeti Színházban, de emellett egy nagyon művelt és nagyon tájékozott ember volt, sokak szerint amatőr fotográfus is volt, ezt a tényt vitatják, de az tény, hogy a fotográfiával az egész családja nagyon szoros kapcsolatot tartott, ezért is van, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményében rengeteg családi fénykép található tőlük. Ezért ez a kiállítás az Egressy család és a fotográfia kapcsolatáról szól. A március 15-i nyílt napon Sirató Ildikó színház történész tart vezetést 11 és 3 órai kezdett el a kiállításon, illetve 4 órától én tartok egy előadást az Egressy család és a fotográfia kapcsolatáról itt a kutatóteremben, a könyvtár 7. emeletén. Szeretettel várunk minden érdeklődőt március 15-én délelőtt 10 és délután 5 óra között a Nemzeti Könyvtárban rendezett nyílt napunkon.